Április hónap bővelkedik jeles napokban, felidézésre méltó eseményekben. 2010 óta hivatalosan is április 21-én ünneplik a bölcsődék napját, amelynek köszönhetően az intézmények munkatársai különféle módon és formában töltik el az intézményüknek szánt napot. Bár a koronavírus járvány sajnos átírta az általános forgatókönyvet, Varga Anna Éva elárulta, idén a dolgozók egy nap szabadságot kaptak, majd felidézte az ekkor egyébként szokássá vált eseményeket. Ezek a dolgozók ezen az egy napon tudnak effektíve találkozni és együtt ünnepelni, és ez úgy szokott történni, hogy el szoktuk kérni a polgármesteri hivataltól a C-szárnyat, a rendezvénytermet, és ott egy neves előadással összekötve, tehát külső szakértőt, előadót szoktunk meghívni, aki szokott nekünk egy értékes előadást tartani. Ezután meg szokott történni az igazgatói, tehát részemről a mindig megelőző évnek az értékelése. Megkerülhetetlen kérdés, hogy milyen hatásai voltak a vírusnak az intézmény életére. Varga Anna Éva erről is megosztott néhány gondolatot. Akkor még egy hónapig ügyeletbe ment az 5 tag bölcsőde is, és azóta mi teljes 100%-kal nyitva vagyunk. Ami nagyon nehéz, a szülőkkel volt nagyon nehéz megértetni, hogy egyszerre csak ketten tartózkodhatnak az átadóba, hogy maszkot kell viselni, hogy hőmérőzünk, de nagyon együttműködőek, amit én itt is nagyon megköszönök nekik. Mai napig betartják ezeket az előírásokat. A vírushelyzet ellenére a bölcsődék teljes kapacitással működnek, és a járványügyi intézkedéseket szigorúan betartva látják el a dolgozók a feladataikat nap mint nap.